Február 5-én ismét elindul a gyermekvasutas képzés tavaszi tanfolyama. Erre azoknak a 4., 5. és 6. osztályos gyermekeknek a jelentkezését várják, akik jó tanulmányi átlaggal rendelkeznek, és az orvosi alkalmassági vizsgán is megfelelnek. Barnabás például 4 éve vizsgázott sikeresen, és szolgálatának egy újabb évét kezdi meg idén gyermekvasutas pajtásai közt. Ezt a közösséget én nagyon szeretem, legfőképp azért, mert egy nagyon összetartó csapat vagyunk, és talán ez az is okozza, hogy hasonló az érdeklődési körünk. Egymást természetesen mindenben segítjük, a különböző szolgáltatók ellátásánál ugye nyilván egymásra támaszkodunk szinte teljes mértékben. Egyik kedvenc dolgom, ami itt van, a különböző túrák és táborok, mivel ilyenkor nagyon jól összekovácsolódik a csapat, nagyon jó programok vannak, és ezt mindannyian élvezzük, és tényleg egy nagyon jó közösség tud kialakulni ezek által. Többek között ezekért is érdemes gyermekvasutasnak jelentkezni. A regisztráció már nyitott a gyermekvasút honlapján, amire ismét nagy számú jelentkezőt várnak a szervezők. A 4 hónapos képzést júniusi vizsga zárja majd, ami után szolgálatba is állhatnak a frissen végzett gyermekvasutasok. Reményeink szerint a tanfolyamot körülbelül 80-100 gyermekvasutas fogja sikeresen teljesíteni, és utána ők valamelyik gyermekvasutas csoportba kerülnek beosztásra. A tanév alatt 15-17 naponta jön szolgálatba egy-egy gyermekvasutas, és a nyári időszakban egy hosszabb táborozással is készülünk számukra. A csoportok létszáma az mára elérte a 35-40 főt, tehát egy-egy napon akár annyian is jönnek szolgálatba. A gyermekvasutas állomány pedig már 600 főre gyarapodott. A szolgálat során a fiatalok segítik az utasokat a mindennapi közlekedésben. A Hűvösvölgytől Széchenyi hegyig terjedő szakaszon nem csak az állomáson, a szerelvényen is ellátnak feladatokat. Kezelik a váltókat, a hangosbemondókat, vagy éppen jegyvizsgálóként is találkozhatunk velük. Ezekre a helyzetekre készíti fel őket a képzés. A tanfolyamon lényegében a vasutas szakma alapjaival ismerkednek meg a gyerekek, tehát ugyanazokat az ismereteket elsajátítják, mint nagyvasúton a felnőtt kollégáik, és ebből levizsgáznak, de fontos, hogy ezen kívül a környék turisztikai nevezetességeiről is tanulnak, hiszen ez itt egy elég fontos információ az utasoknak. A gyermekvasutasnak lenni az nem csak egy rövid távú dolog, tehát sokan itt szeretik meg a vasutat, és utána válnak egész életükre vasutassá, vagy a közlekedési szektoron belül más területen helyezkednek el. Ezek egyik eleme a nyári táborozás, amit hagyományosan a 60-as évek óta a Hűvösvölgyi állomás melletti területen tartanak. Várhatóan a 2022 nyarán ide látogató gyermekvasutasok már megújult formájában vehetik birtokba a tábort. Az épületek teljes mértékben megújulnak. Nem csak korszerűbbek lesznek, de a befogadó képességük is jelentősen nő, az igényeknek megfelelően.